Ez a Híradó 8 órakor, az m 1 Csaba vagyok. Kétnapos kihelyezett frakcióülés tart a Fidesz-KDNP Esztergomban. A Magyar Nemzet információi szerint az árvíz miatt későbbre tolódott frakcióülésen Orbán Viktor gazdasági programot hirdetett. Ennek elemei a megfizethető lakhatás, egymilliós jövedelem, munkáshitel és tőke juttatása a magyar kisvállalkozóknak. A miniszterelnök a gazdasági semlegességről is beszélt. A lap úgy tudja, Orbán Viktor azt mondta, hogy a kelet fel, a nyugat pedig lefelé tart. Brüsszel és a nyugati világ egy, erre a helyzetre úgy reagált, hogy gazdasági hidegháborút hirdetett. Magyarország ebből szeretne kimaradni. A kormányfő úgy fogalmazott, Magyarországnak a saját útját kell járnia célként azt határozta meg, hogy hazánk az uniós átlagot meghaladó gazdasági növekedést érjen el. Orbán Viktor beszélt a szerdai európai parlamenti vitáról is, úgy fogalmazott, Brüsszelben csak az lehet jó fiú, aki kritika nélkül támogatja a háború folytatását, elfogadja a brüsszeli migrációs politikát és szabad nyit az LMBTQ propagandának. Hozzátette a régi lekötelezettjeik mellé, most újakat keresnek, jönnek a guruló dollárok és a guruló eurók és akit kiszemeltek, azt pajzsra emelik, és büntetlenséget ígérnek neki. Ennek azonban ára van, tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök vasárnap este a német fővárosba utazott, ahol részt vesz a berlini folyamat tizedik csúcs találkozóján, közölte Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. Azt írja a Magyarországot nyugat-balkáni befolyására és a magyar EU elnökségre tekintettel hívták meg ismét a csúcs találkozóra. A berlini folyamatot Németország 2014-ben indította útjára, azzal a célral, hogy az uniós bővítést is elősegítve megerősítsék a nyugat-balkáni régió országai közötti együttműködést, fenntartsák az integrációs folyamat dinamikáját, továbbá elejét vegyék a térségben erősödő euroszkepticizmusnak. Orbán Viktor ma kétoldalú tárgyalásokat is folytat a csúcs találkozón résztvevő több államvezetőjével. Új bevándorlási törvényt akar a parlament elé terjeszteni az új francia kormány. A kormány szóvívő szerint az új szabályozásra elsősorban azért van szükség, hogy meg lehessen hosszabbítani a kitoloncolásra váló illegális bevándorlók adminisztratív fogdákban való őrizetét. A belügyminiszter már jelezte, hogy a most meghatározott 90 napot 210 napra hosszabbítaná. Az új bevándorlási törvény újabb heves vitákat válthat ki a parlamentben, ahol a jobboldali centrista koalíciónak csak relatív többsége van. A kormány viszont már előre jelezte, idézem, nem lehetnek tabuk, amikor a franciák védelméről van szó. E már Albániába szállítják azokat a migránsokat, akiket a tengeren mentenek ki az olasz hatóságok, vagyis nem léphetnek be az Unióba. Albániában két tábort alakítottak ki, itt végzik majd az illegális bevándorlók azonosítását, itt döntenek arról, hogy ki adhatja be a menedékkérelmet, és ki az, akit kiutasítanak. A táborban egy fogda és egy börtön is működik. Kit visznek Albániába? Azokat, akik Olaszország felé indulnak el, és nemzetközi vizeken kapnak segítséget az olasz hatóságoktól. Tehát az olasz partiőrség nem automatikusan lampedusa vagy Szicíliába viszi őket, de Albániába csak a férfiakat szállítják, nőket, gyermekeket, betegeket továbbra is Olaszországba viszik, és a családokat nem választják el egymástól. Három-négy hónapon belül kitörhet a harmadik világháború. Ezt már a kaliforniai kocsálában tartott kampánygyűlésen mondta Donald Trump. Beszélt a migrációról, a bűnözési statisztikák romlásáról. Mindezt Kalifornia állam demokrata vezetésének számlájára írta. Aggodalmának adott hangot amiatt is, hogy a demokraták külpolitikája világháborúhoz vezethet. Azt ígérte, ha megnyeri az elnök választást, képes lesz megoldani az ukrajnai és a közelkeleti konfliktust is. Aggódom a következő három hónap miatt. Azért aggódom, mert a kormányon lévő emberek miatt világháború törhet ki. Az önök szavazatával gyorsan fogok cselekedni, hogy megmentsem Amerikát és megmentsem Kalifornia népét Kamala Harris borzalmas hibáitól. Ismét meréletet akarhattak elkövetni Donald Trump ellen. Az amerikai hatóságok elfogtak egy fegyveres férfit a republikánus elnök jelölt kaliforniai választási gyűlésének közelében. Az esemény biztosító járőrök töltött fegyvereket, és egy nagy kapacitású tárat találtak egy terepjáró sofőrjénél, amikor ellenőrzésre megállították. A 49 éves Las Vegasi férfit előállították, majd illegális fegyver és lőszer birtoklásért letartóztatták. Hamis útlevelet is találtak nála. A republikánusok elnökjelöltje ellen július 13-án kíséreltek meg először merényletet, akkor Donald Trumpnak a fülét találták el. Legutóbb pedig szeptemberben floridai golfklubja közelében készült merényletre egy férfia volt amerikai elnök ellen. A fidesz kdnp kommunikációs igazgatója szerint a magyar álláspont változatlan. Azonnali feltétel nélküli tűzszünetre és béketárgyalásra van szükség. Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett. Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója után egy jelentést készítette az Európai Tanács elnökének, amelyben azt javasolta, hogy a béketeremtés érdekében tárgyalni kell a kínaiakkal, az oroszokkal és a globális délországaival is. A sajtóban már olvasható olyan cikk vagy olyan cikkek, én magam találkoztam ilyennel, amelyek arról szólnak, hogy a világ hogyan pusztulna el egy atomháború esetén. Meglehető és precizitással, pontossággal írják le azt, hogy a világ hogyan pusztul el egy atomháború esetén, és azt kell mondanom természetesen, hogy ez dermesztő, rémisztő és rendkívüli módon ijesztő. Az orosz erők tovább támadtak az ukrán fronton, hat front szakaszból négyen törtek előre. Ezt az orosz védelmi minisztérium jelentette be vasárnap. Elfoglalták a Donetszki Mikhalaivkát is. A TASZ orosz hírügynökség szerint a Kurszki régióban visszaverték az ukrán ellentámadásokat. Volodymyr Zelenszki ukrán elnök szombat késő esti beszédében azonban azt állította, hogy az orosz erők ugyan megpróbálták kiszorítani az ukrán csapatokat a Kurszki területekről, azok továbbra is tartják állásaikat. Négy izraeli katona életét vesztette, több mint 60 ember pedig megsebesült, amikor a Hezbollah terrorszervezet Libanonból indított dróntámadást egy Haifa és Tel Aviv között fekvő katonai támaszpont ellen. A katonák egy étkezőben tartózkodtak, amikor a drónok becsapódtak. A légvédelem nem figyelmeztetett az alacsonyan repülő drónokra. A Hezbollah a támadás után azt mondta, hogy ez válaszcsapás volt az izraeliek libanoni offenzívájára. Izraeli tankok hatoltak be az ENSZ dél-Libanonban állomásozó békefenntartó egységének egyik támaszpontjára, közölte vasárnap a világszervezet. A tájékoztatás szerint két harckocsi lerombolta a bázis bejáratát a libanoni Ramzsa településen nem messze az izraeli határtól. Mintegy két órával később egy másik izraeli támadás is történt ugyanebben a térségben, ezután 15 kék sisakos mérgezéses tüneteket mutatott. Azt még vizsgálják, hogy az izraeliek milyen gázt vetettek be. Közben Benyami Netanyahu egy videóüzenetben úgy fogalmazott, a békefenntartóknak ideje elhagyniuk Dél-Libanont. Több embert is kórházban ápolnak a szombatesti buszbaleset sérültjei közül. Szombat este fél tíz körül ütközött frontálisan egy személyautó és egy távolsági busz a Zalaegerszeghez közeli Alsónemes Apátinál. A balesetet az okozta, hogy az autó 20 éves sofőrje előzni kezdett, azonban a manővert nem tudta befejezni, és belerohanta a szemközti sávban szabályosan haladó buszba. Az M1-nek exkluzív interjút adott az egyik sérült, aki a buszon utazott, azt mondta, sokan a kitört ablakokon másztak ki a felborult buszból csoda, hogy ezt elmondhatom. Elcsukló hangon könnyeivel küzdködve próbálta feleleveníteni a szombati baleset pillanatait Ferenci Csilla. Egy erősebb fékezés, de azzal, azzal együtt már borultunk is az árokba. Ott, ott, még csúszott egy kicsit a busz. A nő az m adott exkluzív interjúban mesélt az átélt borzalmakról. Sokad magával ő is a buszon ült. Budapestről egy rokonlátogatásból tartott hazafelé, pár perc volt hátra az útjából, amikor megtörtént az ütközés. Egymást kérdezgettük, hogy, hogy megvan, mindenki megvan, életben van-e. Ott szerencsére mellettem is volt egy fiatal ember, aki jó lélekjelenléttel ö, ö, próbálta összeszedni a, a, a társaságot, hogy, hogy ki hogy van, meg vagyunk-e, miben segíthet. A társát is próbálta, aki mellesleg az én ölemben kötött ki, ö, élezgetni, mert hát ő ugye nem, az első pillanban nem mutatott életjelet, de szerencsére aztán, a nő azt mondja, sokan a kitört ablakokon másztak ki, de az utasok között akadt olyan is, aki a vészkiáratot is ki tudta nyitni. Az asszony a karján lévő sebeket is ekkor szerezte, de hálás azért, hogy csodával határos módon könnyebb sérülésekkel, törés nélkül megúszta. Éjszakára a szombathelyi kórházban tartották megfigyelés alatt, vasárnap reggel már elhagyhatta a kórházat. Szeretném hinni, hogy, hogy ez egy film, és tehát az, hogy, hogy megmenekültünk, ez, ez, iszonyú szerencse, vagy az égiek. A busz egy menetrend szerint közlekedő járat volt, amelyen 38-an utaztak. Közülük 16-an sérültek meg, négy utas súlyosan. A rendőrség közleménye szerint a személyautó Zalaegerszeg irányából tartott Kisbucsa felé. A frontális ütközés a 48-as kilométer szelvénynél történt. Az ütközés után az autóbusz az oldalára fordult és beborult az árokba. Az autót vezető férfi és utasa is megsérült a sofőr súlyosan. A sérülteket a szombathelyi a Zalágerszegi és Nagykanizsai kórházba szállították. Közülük sokan még most is ápolásra szorulnak. Még vasárnap reggel is jól látszottak a baleset nyomai a 76-os főúton. A veszélyes szakaszon záró vonal és előzni tilos tábla is van. Ennek ellenére kezdte meg több autó előzését a személyautót vezető 20 éves sofőr. A buszsofőrje sofőrje miután észlelte a veszélyt, lassított és megpróbált lehúzódni, de a balesetet már nem tudta elkerülni. Már vannak sérültek, akiket hazaengedtek az Alágerszegi Kórházból a szombatesti buszbaleset sérültjei közül. Részletek Nagy Jenőtől. Hármat sürgősségén kezeltek, őket hazaengedték, további hatot a traumatológiai osztályon ápoltak különböző törésekkel, medence, combcsont, arci zúzódások. Ők még bent vannak, illetve az intenzív osztályon egy súlyos sebesültet ápoltak, de jó hír, hogy stabilizálták az állapotát az orvosok. Őt átszállították szombathelyre, ahol további kezelések várnak rá. Ez volt a híradó, további hírekért és videókért keressék fel a híradó.hu oldalt, most a Nemzeti Sporthíradó következik, Népán Ádámmal.